Engedjétek meg, vagy engedjék meg, ha valaki nem ismer, szeretnék bemutatkozni. Szabóné Varga Éva vagyok, a Hajdúnánási Dominó Diák Sport Egyesületnek az elnöke, immáron elég régen, ennek az egyesületnek az egyik alapító tagja is. Az egyesületünk ötlete nagyon régen kezdődött, 2011-ben Hajdúnánáson elszántuk magunkat, hogy már pedig itt megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyerekeink számára egy olyan sportágat vezessünk be a településen, amely eddig nem létezett, viszont szerintünk nagyon nagy szükség lenne rá. Ez Magyarország egyik legeredményesebb sportága, a kajakkenu. Legnagyobb feladatnak azt tartom, hogy a mai számítógépek uralt a világban a gyerekeket kicsaljam a szabad levegőre. Én azt gondolom, hogy a 29 fős osztályom ezt érzi is, mert elég sokat vándoroltunk az elmúlt években. Ebben az évben is szeretném folytatni a tevékenységemet. Célunk az, hogy a már meglévő programcsokrot újra megmutassuk a szülőknek és a gyerekeknek, bevonva a szülőket is ebbe a közös élménybe. Vizitúrákat szeretnénk szervezni már május hónaptól. A 24 órás evezésünk az egy állandó program augusztus végén, de ökonapot is, amivel kicsalnánk a gyerekeket a tópartjára, illetve a szülőket is, ez is egy közös élmény lenne. Én nagyon örülök, hogy vannak ismerős arcok közöttünk, és látok olyat is, aki a kis húgát hozta el, és tulajdonképpen ő nálam tanult kajakozni. Igazából én nem akarok nagyon sokat beszélni, hanem hoztam egy videót, amit be akarok mutatni, ami tulajdonképpen azt fogja illusztrálni, hogy hogy is néz ki egy kajakos élet, mit is lehet kapni ettől, és hogy hová is lehet eljutni. Láttok itt egy kajakergométert, tulajdonképpen a téli edzéseknek egy részében a nagyobb kajakosok ilyen ergométeren kajakoznak. Itt ugye nincs víz, sőt beborulni sem nagyon tudsz, de viszont a mozgást azt nagyon jól tudja imitálni, és nagyon jó gyakorolni rajta. Úgyhogy most Györgyi megmutatja, hogy tulajdonképpen hogy is kell kajakozni, és majd egyesével mindenki kipróbálhatja. Mozdulj föl, felfogja azt a vizet, amit magára csap, és ezt a megfázást, amit az elázást el lehet kerülni. Na hát valahogy így kell majd kajakozni. Hol lesz? Tudjátok a hajóat? Arra a számtól, hogyha a versenyen vagyunk, arra kell beleilleszteni a rajtszámot. Milyen? Jó. Majd ide még jó lesz majd.